Üdvözöllek benneteket a BS YouTube csatornáján. Egy érdekes beszélgetés, hozzászólás formájában valaki megemlítette ugye ezeket a piszkos anyagiakat, és megemlítette, hogy néha jó lenne, hogyha csinálnánk ilyen alacsony költségvetésű, tehát kevesebb pénzes videókat, bár itt megegyezném, hogy a egy-két néhány késbemutató videón kívül nálunk az összes videó még a kevesebb pénzűeket is ugye meg tudja ihletni, de hát ezen nem újjon. Ez a mai videó arról fog szólni, hogy mi kell nekünk ahhoz, hogy itt jól érezzük magunkat. Nagyon kevés dolog. Kell egy kis késztetés, hogy eljöjjünk. Egy kis jó idő, bár most nekünk jó időnk van. A lényeg, hogy egy kis marék ilyen hóbort kreativitás, és kint vagyunk, ugye? Na hát a mai videó az akkor tényleg legyen a nagyon-nagyon-nagyon kevés pénz. A felszerelést is úgy állítottam össze, mint látjátok, hogy hoztam a nagy kést, és egy Móra Robust Pro, ez egy ilyen 3000 forint alatti cucc. Ezek vannak nálam, és a videónak a lényege, látjátok, ég a tűz, nem látjátok, akkor megmutatom. Itt ég a tüzem, szépen úgy, ha leég, akkor minden szuper lesz. És mi lesz ennek a videónak a lényege? Grillezni fogunk, úgyhogy nem hoztam semmit. Tehát ilyen old meg magad, csináld, készítsd el magad, úgyhogy ez tényleg nem kell azon törjük az agyunkat, hogy milyen grill rácsot vigyünk, honnan vegyük, melyik a jó, melyik a nem jó. Én elkészítettem egy saját magamnak egy grill rácsot, mindjárt nektek meg is mutatom a grill rácsot, és majd azon fogok sütni egy szalonnát, úgyhogy hozom a grill rácsot. Parancsoljatok! Itt van a grillrács. Két olyan 2,5-3 cm-es bot, ami középen kettében van hasítva, és ilyen 25 cm környéki fákat faragtam, amik szépen így be vannak helyezve, hajman szépen rákerül négy ilyen ágasfa tetejére, mikor leégett a tűz, és megsütjük a szalonnánkat. A szerkezet kész van. Milyen mutatom, hogy hogy néz ki. Úgyhogy annak ellenére, hogy egész éjjel esett az eső, elég jó idő van. Kellemes idő van. Na, nézzük meg, hogy hogy néz ki a tűz felett ez a szerkezet. Oda teszem a kezem. Jó a hő. Szuper. Kicsit ebben a pálcával megigazítjuk itt a parazsat alatta. Talán egy picit. De ez nem határoz. Nagyon szuper. Egy picit engedhetném lejjebb a ezeket az ágasfákat. De az nem tart csak pár másodpercbe, úgy hamarabb megég, vagy megsül. Ó, szuper! Lehet, hogy egy picit lejjebb engedem, az csak egy pár másodpercbe telik, úgyhogy ezt most kísérleteszem ki, bár a régi ötlet, úgyhogy lássuk, mit ödöglik a légy. Picit lejjebb engedem, jövök vissza. No, sikerült lejjebb engedni a grillrácsunkat. Most teljesen fasz a minden. Meg is tudom már fordítani. És mindjárt megmutatom, hogy... Közben csináltam egy
Old meg magad. Kis vágódeszkát, kis villácskával. Úgyhogy ugye közelebb hozom. Hogy is néz ki. Innen, onnan, amonnan. Szóval. Szép, gyönyörűen meg lesz sülve. Nem tudom, mennyi lehet az idő. De ez lesz a reggeli ebédem egybe, úgyhogy szerintem egy 20 perc és megvan. Na, ha kész lesz, jövök. No, gyerekek. Mondottam ezt a videót egy beszélgetésnek a beszélgetés volt ez a megindító rugója ennek az egésznek, úgyhogy ha van még valamilyen ötletetek, mit látnátok még és a többi és a többi, különben rengeteg olyan videó készült, amit különböző hozzászólásokból meríthettünk ötletet. Úgyhogy remélem, hogy mivel neveződni nem fogok, de tudom pontosan, hogy ki az az úriember, aki ezt a videót úgy hasonló videót kért. Remélem, hogy ha látja, megnézi, akkor elégedett lesz. Ennél alacsonyabb költségvetésű kimozdulást én jelen pillanatban nem tudom, hogy tudnék-e csinálni. Illetve még egyet igen, de ahhoz egy picit jobban fel kell készülni. Úgyhogy köszönöm szépen, ha velem tartottatok. A legközelebb. Sziasztok!